Brida Norbert! Nagyon szépen köszönjük, és akkor azt gondolom, hogy biztos, hogy sejtett, hogy fogsz valamiféle díjat kapni. Mégpedig egy olyan díjat szeretnénk átadni, amire igazából büszke lehetsz. Mert az a név ott, Szepesi György, az színvonalat jelent. Szeretném, hogyha átadná Szepesi Györgyné zenepedagógus, és talán kérdezem tanárnőt, hogy sikerült ön szerint olyan versenyzőt találni, aki méltó Gyuri bácsi díjára? Szeretném megköszönni először is, hogy a föntieknek, hogy úgy segítették ezt a versenyt, hogy épp egy zongorista lesz a legjobb. És épp a zongorista utód, hiszen a legméltóbb utódíjat szeretném most átadni Binder Norbertnek, és egyúttal ennek a díjnak a velejárója a Shiraz Hotel ajándéka, amely Shiraz Hotelben az én férjem 10 évig zongorázott. Gratulálok! Sok sikert kívánok! Gyönyörű, gyönyörű pálya előtt áll! Kedveseim, szeretném megköszönni, mivel hogy most szót kaptam, még egy szót fogok szólni önről. Gondolati barátomnak, hogy megszervezte ezt a nagyszerű lehetőséget, ezt a nagyszerű versenyt, ezt a nagyszerű zenei bemutatkozási lehetőséget. Ez az egyik dolog. A másik a sok-sok szép koncertet. Köszönöm mindnyájatoknak, hiszen nem egy ember határoz meg 5 napnak, nem egy ember határozza meg 5 napnak az értékeit, mind a mellett, hogy egy nagyszerű zongoristával gazdagodott Eger is, gondolom, bár nem Egri a fiatalember. Mégis köszönöm neki, és köszönöm a közönségnek, hogy ilyen kitartóan itt voltak. Jöjjenek máskor is, holnap is, és holnap után is a nagyszerű koncertekre. Köszönöm. Nyári Károly művész úrnak, nem látok a fénytől, már elment. Csodálatos volt. Köszönöm. Azt kell mondjam, hogy a férjem emlékére való rendezvény koronája volt, és nagyon köszönöm. Köszönöm a zenésztársaknak, hogy befogadtatok. Köszönöm. Tisztelt közönségünk, azért kértem most szót, mert délelőtt, amikor értékeltük a produkciókat, akkor nekünk el kellett menni a hármunknak a Egri televízióhoz, és ezért nem tudtam, mivel ugye zongorista lévén én vártam azt, hogy pár szót tudjak hozzád tenni. Tegnap, amikor színpadra léptél, és a kezed alatt megszólalt a zongora, az egész zsűri fölkapta a fejét. De egy pillanat alatt, és ámultan néztük azt, mindannyian tudjuk, hogy Camillo hogy dolgozik. Most egy ilyen virtuóz műből, egy ilyen transzkripciót leszedni, és ezt ilyen technikával, ilyen harmóniaérzékkel, ilyen ritmusérzékkel, ilyen jazz modellskálákkal megtüzdelni, hát ehhez nagyon-nagyon komoly tehetségre, és nagyon nagy szakmai felkészültségre, tudásra van szükség, és én teljesen el voltam álljó a gyönyörűségtől. Neked ez az utad. Neked ez az utad. Tehát neked muszáj kérlek szépen ezen a jazz vonalon mozogni, csak arra szeretnélek kérni, hogy univerzális zenész legyél. Tehát ez a csúcs nálam is. Ja, hova jársz, bocsánat? Szegedre. Ja, Szegedre járt. Ki a tanárod? Zsigmond Zoltán tanárod.
Zsigmond Zoltán tanár úr. Hát akkor kérlek szépen, tessék befejezni, te nagyon nagy jövő előtt állsz, megmondom őszintén, hogy ezeket a fajta zenéléseket nagyon ritkán hallani ma már, és nem tudok egyebet, mint gratulálni, mert nagyon nívós volt a produkció. Gratulálok!